szellemi jobbszélső vagyok. A krétacsik mellett beadok, futok és mélázgatok, hogy biztos mi jó volt lőni, s lehetek Luis Figo, és akkor se túl valószínű, hogy gólt lövök és minden színű. Konfettit szórnak az égből le, skandálják nevem is előre. Mondják a sok-sok szurkolók, a helyzetek mindig kurva jók. Nem csoda, hisz én adom be a labdát, de az új Opelbe mégis a közép csatár ül. Ő fejed ott az ötösön belül, ő aratta le a babérokat, engem meg a kommentátor simogat. Jó beadás volt ez, remek, a labdát mégis az ég fejelte meg, s a kapufás gólok így még szebbek, az életem így lesz kerek. Az egyetlen esélyem a gólszerzésre, a középső védő a szerencsémre, elkaszálja a középcsatárt, és így tőlem várják a feloldozást. 11-es ponthoz illesztem a labdát, elmormolok egy-két segélykérő imád. Ó Istenek, az ég szerelmére, csak ez menjen be. Nem kapkodva nekifutok, biztos lábbal kitámasztok. A labdát már a hálóban látom, és ünnepelek. De később bánom, hogy miért a bal felsőt néztem meg. Az alsó felé lövem, akkor biztos bemegy. Hiszen a kapus egy ügyes csellel a jobb sarok irányába küldtem el. Az edző, a kommentátor is szíd, az ellenfél ünnepel, mondja proszit. A kapufás gólok azok bízszebbek, az életem így lesz. Got it.